Rashid indítja Hurstet, vissza kell fordulnia, nagyon okosan csinálta. 4-0-ás győri vezetéssel indult a keddesti összecsapás, a negyedik minutumban viszont már a Moszkva vezetett. A negyedet 22-13-ra hozta a vendéglátó, a második felvonásban pedig teljesen széthullott a győriek védekezése, mert mindössze 5 orosz támadás nem végződött ponttal, így Füzi Ákos lányai már a nagyszünetre 23 pontos 54-31-es hátrányban voltak. Fordulás után valamelyest összekapta magát a magyar bajnok, a csapatkapitány Nagy Bújdosó és az ausztrál Natalie Hurst lettek aktívak, így ezt az etapot mindössze 2 ponttal veszítették el a zöldfehérek. A záró negyedben viszont megint nem tudtak maradandót alkotni a győriek, a Spartak pedig esélyeshez méltón magabiztosan tovább növelte előnyét, és végül 162-re győzött. Sikerül szűken tartani viszonylag az eredményt. Füzi Ákos lányainak 4-5-ös a mutatójuk, és jelen pillanatban harmadikak az Euroligában. 3 mérkőzésük van még az A csoportban, fogadják a Rivast, utaznak a török Tarsushoz, és vendégül látják a francia Bourget. Nem lehetetlen küldetés a továbbjutás, de az biztos, hogy pokolian nehéz.